Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, ha van ingatlanod, az a családi élet is pozitív irányba fejlődik. Én írtam az Ingatlan Sámok című könyv első második részét, enyém az Ingatlan Sámok Klub, illetve augusztus 29-én lesz a saját ingatlan birodalom építése 0-tól 5 ingatlanig, tehát az első 5 ingatlant 0-ról hogyan tudod megvásárolni, stratégiák lesznek, és bizony egy kész térképpel mész az, hogy mit kell csinálnod. Azért gondolom ezt, és komolyan gondolom, mert szerintem a házasságokban így volt az enyém is, hogy a legtöbb vita az mindig a pénzen van. Tehát mi is, amikor még összeházasodtunk, volt pénz, nem volt pénz a hó végén, az mindig ilyen vita volt, hogy mit csináltál vele, most túl sok kaját vettél, miért ilyen kaját vettél, miért vásároltál annyit, stb. Tehát mindig, hát nem az, hogy szétmartuk egymást, de azért volt néhány nehéz óránk és napunk, emiatt a viták véget, viszont úgy gondolom, hogyha neked van egy olyan befektetésed, mint az ingatlan, és amire te mindig számíthatsz egy ilyen biztosan jövő bérleti díj, mert nyilván a bérletet te jól választod meg, akkor az bizony azért stabilizálja a párkapcsolatot, ha hiszed, ha nem, és sokkal jobbá teszi, mert hidd el, amikor kiveszik az a fajta vitatkozás, amely legtöbb családban, és szerintem a párok 90-95%-ánál azért egy komoly tétel vitában, veszekedésben, hogy ki mit csinál a pénzzel, nálunk is az volt, hogy onnantól talán egy picit boldogabb a párkapcsolatod is, úgyhogy hiszem azt, hogyha mondjuk akár augusztus 29-én eljössz az előadásomra is, és meghallgatsz, megnézel, gyakorlatban írsz egy tervet, és azt be is tartod, hogy ezt mit, hogyan csinálj, és azt végigcsinálod, akkor úgy gondolom, hogy ha tényleg meg akarod tartani a párodat, mert annyira szereted, vagy tényleg ővele képzeled el az életedet, akkor a lehető legjobb helyre fogsz jönni az előadásra, Győrbe, vagy pedig online. Úgyhogy várlak szeretettel, ez a lényege, de ezt a legkomolyabban gondolom, és visszatérek tényleg, hogy olyan hülyeségeken tudtunk vitatkozni, aminek valamilyen oknál fogva mindig a pénz volt a gyökere az összes vitának, a nagy részének. Ugye amikor te összeházasodsz, vagy a pároddal együtt, vagy tulajdonképpen megvan a kémia, szeretitek egymást, jól kijöttetek, és akkor jön a nagy K-betűs élet, és ott kezd az, hogy na akkor a pénz, meg hát ez sincs, most erre sincs pénz, most spórolni kell, ja, kisgyerekem, akkor most nem tudjuk megvenni ezt a nyaralókártyát, hogy ne ez legyen, hanem igenis építs ingatlan vagyont, és én úgy gondolom, hogy akkor még akár ténylegesen egy szabad és boldog életed lehet, de én úgy gondolom, hogy ingatlan nélkül, ezt mondhat bárki bármit, ez szerintem lehetetlen, mert azért ez relatíve egy passzívabb bevétel, ha jól csinálod, és most nyilván a hosszú távú bérbeadásra gondolok, mint az, hogy van egy jól menő vállalkozásod, ahol mondjuk úgy, hogy reggeltől estig hát azért húzod az igát, nincs ezzel semmi baj, de ott annyira ez a szabadság, meg párkapcsolat, tehát azért az is ez a második ok volt, hogy hát nem vagyok eleget otthon, hogy ezek szépen lassan, ezek így normalizálódnak, amikor van egy pár ingatlanod, van belőle bevételed, jövedelmed, és akkor úgy gondolom, hogy hát szerintem a boldog élet alapja, meg a hosszú párkapcsolat alapja, úgyhogy amennyiben a párodat meg akarod tartani, akkor csak egy klik, és már ott is vagy az előadásomon, és találkozunk, és fejlődni fogsz. Szia!